Nagy szeretettel köszöntöm a Kapos Televízió kedves nézőit, újra jelentkezik röplabdás magazinunk a Kaposváriászok. Lezárult a férfi és a női röplabda extraliga is, így mi is kicsit értékeljük majd a szezont. Érkezik majd Lákom Zsófia, a Diamant sport igazgatója, valamint szó lesz majd utánpótlásról is, és érkezik hozzánk Fekete Ádám, a Kasi igazgatója. Emellett még vendégünk lesz a 30 évvel ezelőtti férfi bajnok csapat játékos, illetve vezetőedzője Lasci Iván, illetve Demeter György. Műsorunk első felében pedig a Finó Kaposvár szezonját értékeljük. Köszöntöm Víg Attila sportigazgatót és Demeter András másodedzőt. Sziasztok! 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 Köszönjük a nézőket! Második helyen zártátok a bajnokságot, a Magyar Kupában pedig egy bronzérmet szereztetek, amivel azt lehet mondani talán, hogy félig meddig sikerültek a szezon előtt kitűzött célok. Összességében mennyire vagytok boldogok ezzel a két éremmel, hogy így sikerült? Hát a szezon elején nagyobb álmaink voltak, azonban a szezon közben annyi minden történt a csapattal, hogy úgy gondolom, hogy a maximumot kihozta a társaság magából, és bajnokságban második helyen, illetve hát a kupában harmadik helyet sikerült elhoznunk, amivel úgy gondolom, hogy szégyenkeznünk nem kell, és biztos vagyok benne, hogy a idén is a megye legeredményesebb csapata leszünk. Azért említettem, ugye, hogy félig meddig sikerült kitűzött célokat elérni, hiszen a legfőbb cél az volt, hogy mind a két csapatban legyen döntő. De hát tényleg itt a múltkor beszélgettem a Bögő Gáborral, azt mondta, hogy amik történtek a csapattal, abból gyakorlatilag abból a két dologból, ami ugye nehezítette a dolgot, gyakorlatilag egy is elég lett volna egy csapatnak a szezonba. Itt most két dolgot kellett feldolgozni, meg kellett együtt élni ezekkel a helyzetekkel. Hogy sikerült mégis ilyen jól az a szezon, azt hiszem, mert a bajnokság vég azért leszámítva talán a pénzügyőr elleni döntőt, azért jól sikerült, hiszen sikerült azért egy hatalmas csatában a döntőt kivívni az extraligában. Így van, igazából magán a szezonon belül is nagyon-nagyon küzdött a társaság, főleg azután, ami történt ugye december, január, február környékén. Egyben maradt nagyon a társaság, és egy célért küzdöttek. Nyilván mindenkinek van egy rosszabb szájéz egyébként a kupa döntő miatt, hogy itthon nem sikerült az elődöntőben kivinnünk a döntőbe való szereplés, de a bajnoki döntőbe való bekerülésért a Kazinc Barcikán az összes hazai mérkőzést tudtuk hozni, egyetlen egy darab botlásunk volt hazai pályán a döntő előtt, úgyhogy én is, mint mindenki a szakosztályban, meg a klubnál úgy gondolja, hogy igazából ez egy eredményes szezon volt. Főleg ugye, amit említetted, az Attila is említette, a szezonban történt körülményekhez képes és arra való tekintettel. Voltak a csapatnak, hát nyilván hullámvölgyei, meg jobb periódusai. Néha független attól is, hogy talán, hogy mi történt ugye a csapat házatáján, ezeket hogy sikerült kiküszöbölni, hiszen azért a bajnokság végre tényleg főleg a Kazinc Barcika elleni elődöntőre, ugye a hazai meccseket meg pláne nagyon, nem is mondom, nagyon magabiztosan tudta hozni a csapat, de tényleg nagyon nagyot tudott küzdeni, és meg is lett ennek az eredménye. Hát igen, úgy gondolom egyébként, hogy küzdeni tudásból maximálisan jelentkezett a csapat. Egy-egy mérkőzésen nagyon-nagyon fel tudta szívni magát, nagyon-nagyon fel tudtuk szívni magunkat, amikor igazán fontos volt. Gondolok itt az utolsó alapszakasz mérkőzésünk Debrecen ellen, ahol eldőlt, hogy másodikak tudunk lenni. Miután itthon kikaptunk Debrecentől, vírussal küzdve, mindennel küzdve, 10 elutazva sikerült Debrecenben egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésen nyerni. Amikor fontos volt, akkor meg tudtuk fogni a Kazinc Barcikát, amelyik nagyon-nagyon jó formában volt előtte, hiszen kupadöntőt játszott és gyakorlatilag kitakarította a kis textet a negyed döntőben. És azt ne felejtsük el, hogy a bajnoki döntőben is minden második szettünk, tehát amikor egyszer-egyszer tehát padlóra küldtek minket, akkor is fel tudtunk állni. És abban az esetben én úgy gondolom, hogyha Budapesten a Markónak nem történik a sérülése, akkor még esélyünk lehetett volna az itthoni kaposvári mérkőzésre is. Ugye talán a maga az, hogy 3-0 lett a döntő, az, hát nem is tudom, ha esetleg úgy is számoltak néhányan ugye a röplabdás berkeken belül, hogy a pénzügyőr behúzza ezt a döntőt, talán nem tippeltek volna ők sem a 3-0-as összesítésbeli végeredményre. Mi okozhatta azt, hogy mi hiányzott még a csapatból ahhoz, hogy akár szorosabb legyen a párharc, vagy akár meg legyen az aranyérem? Hát én úgy gondolom, hogy egész szezonban a pénzügyőr annyivel volt stabilabb,
nem mondhatom, hogy... Tehát nem voltak nagy vereségek, mert Isten igazából minden egyes szedbe szinte mondjuk 17-18 pontig partiba voltunk, és tényleg döntő labdáknál, szetlabdáknál úszott el mindig egy-egy ponttal az, hogy a mi javunkra vagy az ő javukra dőljön el az adott párharc. Én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerte meg a pénzügyőre a bajnokságot, hiszen tényleg ennyivel erősebb és stabilabb volt a kerete, mint a miénk. És nem tudom, alig egy-másfél héttel vagyunk túl még a döntőn. Mennyire gondoltok előre már a következő szezonra, akár a célkitűzések tekintetében, vagy hát mennyire előre haladottak mondjuk a tárgyalások a játékosokkal, hogy ki az, aki marad? Hát még nem publikus, de megy a csapat építése részben, tehát sok változás lesz, részben már vannak aláírt szerződéseink. Nyilvánvaló, hogy amikor eljön annak az ideje, akkor tájékoztatni fogja a szurkolókat és a közönséget ezekről a hírekről. És hát a munka az nem áll meg, hiszen most jönnek a pénzügyi elszámolások, ugye megy a csapatépítés, és a terveink azok nem változtak. Tehát jövőre is minimum a bajnoki döntő, kupa döntő, és hát szeretnénk most már az ezüstről aranyra váltani. Igen, ugye ezüstről nem sikerült aranyra váltani ugye idén, hiszen tavaly ugye ezt a két érmet, vagy hát két ezüstöt szerzett az együttes. Nem volt-e jobb egy kicsit talán így, hogy a kupában nyilván persze a Barcika elleni elődöntő az tragikusan sikerült, talán lehet ezt is mondani, de hogy ott legalább egy győztes időzéles kis döntővel tudta zárni a csapat azt a sorozatot. Én úgy gondolom, hogy a kupadöntő az mindig egy aktuális állapota magának a csapatnak. Most pillanatnyilag az aktuális állapotunk azt mutatta, hogy az elődöntőben még nem voltunk teljesen készek a rájátszásra, a rájátszás előtt viszont élesek voltunk. Pont egy héttel a rájátszás előtt volt a kupadöntő, akkor már kezdett élesedni a csapat. Én úgy gondolom, hogy főleg ugye a tavalyi ezüstéren az annyiban fájó, hogy ott valamennyivel közelebb voltunk a pénzügyőrhöz. Voltak olyan főleg döntőt bírt, tapasztaltabb játékosaink, akik el tudták viselni egy playoffnak, egy döntőnek a súlyát, a ritmusát. Idén nagyon-nagyon fiatal keretünk volt, nagyon-nagyon idézőjesen tapasztalatlan keretünk volt. Főleg a kezdőben voltak egy páran, vagy ketten voltak, vagy hárman gyakorlatilag a Bögöly Gabi és a Bozóki Bence, akik már valaha életükben döntőt játszottak, és ugye ők bajnokok is voltak egy 4-5 évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon nehéz volt egyébként felvenni a döntőnek a ritmusát, és mire felvettük, addig sajnos gyakorlatilag már majdnem, hogy vége is lett. És emiatt egyébként mi nagyon-nagyon örülünk egyébként annak, hogy döntőbe sikerült jutnunk, azért, mert a Kazinc Barcika ennyivel tapasztaltabb volt egyébként, mint a mi csapatunk. Nyilván így mi pozitív sikerként éljük meg a döntőbe jutást, és még az ezüstérmet is. Hát minden esetben gratulálok mind a két éremhez, és akkor reméljük, hogy jövőre majd egy év múlva úgy beszélgetünk itt mondjuk, mint kupagyőztes magyar bajnok Finokoposvárra. Úgy legyen. Úgy legyen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Műsorunkat a továbbiakban is férfi röplabdázással folytatjuk, mégpedig a 30 évvel ezelőtti bajnok csapat vezetőedzőivel, Lasztik Ivánnal és játékosával, Demeter Györggyel. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Hát rengeteget nosztalgiáztak talán mostanában ebben az időszakban. Milyen volt látni ezeket a cikkeket, illetve mondjuk a köszöntés a Finó pénzügyőr meccs előtt? Milyen érzések kavarogtak ott akár a pályán, vagy amikor a cikkeket látták így mostanában? Hát nagyon jó esett. Megmondom őszintén, hiányoltam is ezt, hogy nem volt semmilyen ünneplés már évekkel ezelőtt, mondjuk a 25 évesre, és mindig nosztalgiával tekintettem a Medikémia Szegedről, hogy ott állandóan olyan cikkek jelentek meg, hogy na összeült a csapat, amelyik megnyerte az első bajnoki címet a Nyári Sándor vezetésével. Hát nálunk ilyen nincs, és ez nagyon jó eset, hogy ez megtörtént. És
visszagondolva arra a szezonra, ugye a történelmet írt gyakorlatilag az akkori kaposvári csapat, hiszen a férfi röplabdázásban, meg hát röplabdázásban elsőként szerzett ugye bajnoki aranyat. Hogy indult az a szezon? Lehetett érezni már, hogy ebből akár meg lehet a döntő? Vagy úgymond ez egy, hát egy nagyon kellemes meglepetés volt a szezon végén? Én azt hiszem abban az évben mindenképpen az volt a cél, hogy megnyerik a bajnoki címet. Előző évben ez döntőt játszott a csapat, tehát az nagyon-nagyon fontos volt, meg volt a magja, és ehhez a maghoz azért tapasztalt játékosok jöttünk, tehát a Burus Nikolaj és én érkeztünk abban az évben. Én azt hiszem, hogy ezzel megerősödött a társaság, és mindenképpen az akkori nagyon favorit Újpestnek voltunk az ellenfelei, tehát és én azt hiszem, hogy azt a simán sikerült legyőzni, és abban az évben viszont a Nyíregyháza nagyon-nagyon jól erősített, tehát nekünk az elődöntő az ugyanolyan szoros mérkőzés volt, mint a döntő, tehát mind a 2-3-2-es csata volt, és hát a Nyíregyházát én azt hiszem, hogy óriási bravúrral vertük ki, mert egy fantasztikus igazolása volt ott az utolsó pillanatokban, januárban, és egy orosz játékos Abramovot igazolták, és ezzel nagyon megerősödtek, tehát én azt hiszem, hogy így bravúr volt a győzelem a 3-2-es találkozóban. Arról most is lehetett olvasni a cikkekben, ugye, hogy mennyien kint voltak ugye azon a mérkőzésen, amikor végül is meg is nyerte a bajnoki döntő negyedik mérkőzés, ha jól emlékszem, a csapat. 1800 néző, milyen volt akkoriban a hangulat azon a mérkőzésen? Hát felejthetetlen volt. Hát hivatalosan volt 1800, mert aztán elárulták a sportcsarnokosok, hogy 1800-ig számolták, de utána jóval több ember jött még be, tehát gyakorlatilag 2500 körül mondták, hogy annyi ember lehetett ott a sportcsarnokban. Mindenhol volt ember, tehát a pályán körbe, tehát alig volt a pályán hely játszani, már annyira beszűkült a játszótér, tehát nagyon-nagyon sokan voltak, és ez egy nagyon jó érzés volt természetesen, hogy ezt meg lehetett csinálni. És milyen volt az ünneplés a döntő után? Ugye mégiscsak történelmet írt a csapat, nem tudom, hogy akkoriban még nem volt a Kossuth téren szökőkút, nem tudom, hogy lehetett-e valahol máshol fürdeni egyet itt a városban. Emlékszem rá, hogy a csarnok után, hogy merre ment a csapat, meg hogy volt, meg gondolom őszintén, ez nem is került most a műszergyártás idején. De mert utána még volt egy kupadöntőnk is, én azt hiszem, és akkor ez fontos volt, hogy azt is azért... De az biztos, bocsánat, de az biztos, hogy minden játékos kopasz lett. Az biztos, hogy minden játékosnak... Tehát, talán te hoztad be ezt, hogy ha megnyerjük a bajnokságot, akkor levágatjuk a hajunkat. És engem is akartak, mint edzőt, hogy vágassam le. Én mondtam, hogy én azt nem vágatom le kopaszra a hajat. De a kupa döntőre már egy kopasztársaság állt ki, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon jó sztori volt ebből a szempontból. Igen, aki mondjuk esetleg annak idején az arcok alapján közvetítette mondjuk a mérkőzést, akkor nem volt könnyű dolga megkülönböztetni a játékosokat. Így van. És mi volt annak a csapatnak az erőség, hogy Gyuri említette, hogy egyrészt érkezett ön is, illetve az orosz játékos is erősödött a csapat. Nyilván előrelépett még sok mindenben, gondolom, az előző évhez képest. Hát én szeretnék egy kicsit távolabbra menni. 86-ban kértek fel engem, hogy legyek edző, gyakorlatilag azzal a céllal, hogy egy a kaposvári férfi röplabda soha nem került be az első osztályba. Hogy jusson be az első osztályba, mindig az osztályozom, mert akkor több NB2-es csoport volt, és gyakorlatilag ebből nem tudott kikerülni. És 1987-ben sikerült először felkerülni a csapatnak. Utána jött a következő nagy cél, hogy gyakorlatilag bent maradni, mert felkerülni az egy dolog, de bent maradni az NB1-ben általában az szokott lenni, hogy a frissen felkerült csapatok azok rögtön ki is estek a következő évet. Gyakorlatilag így járt a hosszú éveken keresztül a Kaposvári Női Klub Egyesület, és így járt, ahol én is röplabdáztam, a Dunaújváros Férfi Egyesület. Minden évben bekerültünk, azt ki is estünk. Először úgy maradt bent a férfiak is,
Dunói városban, meg a nők itt Kaposvárna, én voltam az edző, tehát benn maradt, és azóta is mind a két csapat hosszú távon bent van. Ez sikerült is az első év után benn maradni az NB1-be a kaposvári férfi röplabdának is, és gyakorlatilag az a mag, amelyik ott elindult, a Gerencsér Laci, a Schmidt Jani, a Karagics Zoli, a Vidák Tibi, a Károly Robi, Buzás, tehát sorolhatnám, ezek gyakorlatilag évek alatt kikoptak. Helyettük jöttek olyan röplabdás fellegvárak, mint Tatabánya, Mészáros Peti, a Veszprémből a Pásztor Attila, vagy az Alaegerszegből a különítmény, a Radó, a Czotter Csaba, a Vörös Karcsi, akik gyakorlatilag tovább vitték. És illetve volt két játékosról nem beszéltem, az egyik volt a Stefik Csaba, ő gyakorlatilag az egész MB2-től az első osztály megnyeréséig, tehát a magyar bajnokságig ott volt, sajnos ő már nincs közöttünk, és volt egy játékos, aki akkor került fel az ifjúsági csapatból, a Kántor Sanyi, aki ez alatt az 5 év alatt nagyon kinőtte magát, és gyakorlatilag lett utána világklasszis. És ezekhez a játékosokhoz jött egy-egy, vagy kettő külföldi, összesen kettőt lehetett hozni, és az első időkben a Szlovákiából a Cifra meg a Pridál játszott, utána meg a Borus meg a Luxis volt, aki köztünk volt. A Gyurira nézek, mert a Gyuri nekem mindig egy talán volt, mert ahogy amikor átvettem a csapatot, mindig mondták, hogy jön a Demeter. És én mindig kétkedve fogadtam egy 200-szoros válogatott játékos, hogy jönne már ide Kaposvárra egy akkor fölkerülő csapatba, amelyik gyakorlatilag küzd azért, hogy NB1-ben maradjon, hogy jönne már ide egy Demeter. És amikor már tényleg ez a 90-es bajnoki szezon volt, amikor másodikak lettünk, ott látszott, hogy ez nem csak egy csapat, egy bajnoki címre érett csapat, és hát nagyon sokat segített azzal a tapasztalatával, amikor ide került a Demeter, és a két külföldi, és az a Kántor, aki addigra tényleg kinőtte magát, és föl tudta hozni ezt a társaságot arra a szintre, hogy bajnoki döntőt játszon, és azt meg is nyerje. És ha ennyi ideig, nem is tudom, pletykálták azt, hogy Gyuri Bámogy Kaposvárra jön, akkor mi kellett ahhoz, hogy végül aztán tényleg valóság legyen ebből? Talán az, hogy tényleg lássa az Gyuriban, hogy igen, ez egy olyan csapat, ahol lehet aranyat nyerni is akár. Én már Törökországban játszottam ekkor, már 5. év után jöttem haza. 3. év után mindig volt, hogy na most már én befejezem. 33 éves voltam, sérülések voltak, tehát mindig egyre nehezebb volt a játék, és nem mindig találtak olyan pontot, hogy marasztaltak és kimaradtam, de ebben az évben azt mondtam, hogy jó, most már elég volt, és akkor jövünk. Tehát a feleségem az a kaposvári születésű volt, tehát ez egyértelmű, hogy Kecskeméten annyi szakedzői szakember volt, hogy ott én, mivel én készültem az edzői pályára, tehát a TF-et elvégeztem, és mindenképpen szerettem volna edző lenni. Egy év játék még belefért, és utána vettem át egy csapatot csak, ezért is volt a Kaposvár egy könnyű választást, egy tehetséges maggal rendelkezett, fiatal magyar maggal rendelkezett, egy fantasztikusan feltörekvő Kántor Sándor, aki későbbiekben ki is nőtte magát megfelelően, és a többiek is nagyon-nagyon jó játékerőt képviseltek, és ez egyértelműen adta magát, hogy Kaposvárt lehet választani. És én úgy érzem, hogy Kaposvár sportszerető közönsége is várta az eredményeket, mert akkor abban az időben férfi röplabdában még Kecskeméten kívül nem volt magyar bajnok csapat. Tehát úgy volt ott, és ez azt hiszem egyértelmű volt a választás. És milyen volt akkoriban a röplabdazás, hiszen azért mind a ketten valamilyen szinten a sportág mellett voltak. Mennyivel volt másabb, mint manapság a játék? Hát eleve más volt, mert más volt a pontszámítás. Gyakorlatilag ott az a csapat kaphatott pontot, amelyik nyitott. Tehát azt, hogy először pontot szerezzünk, erre meg kellett szerezni
a jogot rá, tehát gyakorlatilag saját magunknak kellett nyitni. Ez gyakorlatilag teljesen átalakította. Volt egy időszak, amikor nosztalgiából játszottunk ilyen mérkőzéseket, egyszerűen ma már elképzelni se lehet, hogy ez milyen lassú volt, és mennyire, hát még csak itt vagyunk, hogy egy-egy, már 20 percet játszottunk, és még mindig egy-egy az eredmény. Tehát gyakorlatilag teljesen mások voltak a viszonyok. Nyilván a mostani terem, a mostani lehetőségek, ezek teljesen más. Tehát az a rendszer, ami most ma Kaposváron van, az más. Abba a kis teremben, a kis csarnokban is jó érzés volt bemenni, pláne, hogy ennyi ember kijött, és hosszú évekig tényleg a röplabda az utána is nagyon népszerű volt a városban, és tele volt a sportcsarnok. Ez a mostani, ez most már más. És ha ilyen hosszú volt egy-egy mérkőzés, akkor mennyi ideig tartott mondjuk egy ötszettes mérkőzés? Mert akkor az tényleg maratoni csaták voltak akkoriban. Nem lehet ezt mondani, mert voltak ott azért egy ötszettes mérkőzés, volt, akkor másfél óra alatt véget ér, de volt, ami három óránál is hosszabb volt egy-egy találkozó, tehát kiszámíthatatlan volt, ezért is alakult át a röplabda, mert a tévé nem tudta közvetíteni, nem tudták, hogy mikor lesz vége egyáltalán, tehát abban az időben nagyon sokszor mondta a közönség azt, hogy kimentem, 0-0 volt, visszajöttem, még mindig 0-0 volt az eredmény a büféből, tehát nehéz volt, tehát nem volt az a pörgő pontszámítás, és más röplabda volt azért, tehát itt fizikálisan a mostani röplabda sokkal többet fejlődött, tehát egy fantasztikus erőröplabda, tehát ott is voltak erősítések, másként működtek, de én azt hiszem, mind szervezettségében, mind felépítésében ez a röplabda egy picivel másabb, gyorsabb és erőteljesebb. Gyuri Bá, Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és beszélgettünk kicsit erről a nem akármilyen sikerről. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást. Szépen. Műsorunkat és egyben mondhatni összességében a szezont is női röplabdával, illetve utánpótlással zárjuk. Köszöntöm Lakom Zsófiát, az SMCM Diamant Kaposvár sportigazgatóját, és Fekete Ádámot, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatóját. Sziasztok! Szia! Kezdjük a hölgyekkel, talán megengeded, Ádám. Legutóbb, amikor magazint csináltunk, talán még a Nyíregyháza párharc, hát talán kellős közepén tartottunk, azt hiszem, hogy egy-egy volt talán az állás. Akkor Spindrelláta azt mondta, hogy szerinte ez a párharc nem fog 4 meccsen eldőlni. Hát mégis eldőlt, de lehet, hogy ő arra gondolt, hogy itt majd azért kiharcolják a lányok az 5. meccset is. És hát óriási, talán meglepetést okozott ezzel a diamant, a női röplabda, nem tudom, Berkeken belül is talán sokan úgy gondolták, hogy majd a Nyíregyháza behúzza ezt a párharcot. Mesélj egy kicsit erről a sorozatról, a Nyíregyháza elleni 4 meccsről. Igen, hát ugye a pálya előny Nyíregyházán volt, mert ugye ők végeztek az alapszakaszban a 4. helyen, mi pedig az 5., úgyhogy ugye ott kezdtünk. Ha jól emlékszem, azt a meccset viszonylag simán nyerték a lányok. Az itthoni első meccset veszítették el, de szorosan. Ott Nyíregyházán közben volt egy vezetőedzőváltás, és annak azért volt egy pikantériája, mert az itteni előző vezetőedző, Sasa Nedelkovics ült akkor már a Fatum Nyíregyháza kispadján. A második idegenbeli mérkőzést azt szintén nagyon-nagyon színvonalas, koncentrált és összetett játékkal sikerült behúzniuk a lányoknak, és itthon a 4. meccs volt végül a döntő, úgyhogy nem kellett elmenni az 5. Igen, hatalmas eredmény. Én úgy gondolom, hogy itt október közepén, amikor azt sem tudtuk, hogy egyáltalán el tudjuk-e kezdeni a szezont, mert a transferdíjak, fizetések, egyéb költségek egyszerűen nem voltak meg, és nem voltak kéznél. Akkor, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy itt április elején mi egy Fatum Nyíregyházát a negyeddöntőben, vagy bocsánat, az elődöntőben megverünk, akkor azt mondtam volna neki, hogy nem vagy te normális. De tényleg nagyon, a formaidőzítés úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Azért itt egy 9 fős keretről beszélünk, a másik oldalon
14 játékos, plusz 3-4 szakember a kispadon. Itt azért a vezetőedző azért többé-kevésbé persze volt segítsége, de elsősorban azért egyedül oldotta meg, és ezzel a 9 játékossal. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy a Vincent is lenyilatkozta a Balatonfüred utolsó meccs után, nem beszéltünk tényleg sokat róla, hogy milyen problémákkal és milyen nehézségekkel csináltuk végig ezt a szezont, de számunkra ez a negyedik hely, ez legalább, mint hogyha egy éremmel fejeztük volna be ezt a bajnokságot. És említetted te is, hogy jó volt a formaidőzítés. Ez már egy idő után, hát nem is tudom, törekedtetek erre, hogy a rájátszás első körére sikerüljön összerántani úgy a csapatot, hogy sikerüljen egy nagyot alkotni, vagy ez valamilyen szinten úgymond szerencsés, hogy így alakult, hogy akár az esetleges hullámvölgyek meg hullámhegyek pont olyankor jöttek, csúcsosodtak ki fölfelé. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a szakmai munkának az eredménye, és az, hogy ezt a 9 játékost, tehát azért nagyjából azt mindenki látja, aki volt kint egyként meccsen, hogy azért itt 7 játékos volt az, aki nagyjából végigjátszotta. Pont annyi, amennyi kell, ugye egy liberóval, meg a 6 mezőnyjátékos, aki végigjátszotta azért ezt az európai kupa szereplés, magyar kupa szerepléssel az egész bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy ez a szakmai munka, és azzal, hogyan akár az erőléti edzővel, akár a pihenés és a terhelés jó adagolása, mert azért most már nem kell lekopognom, de sikerült mindenféle komolyabb sérülés nélkül ezt a bajnokságot végigcsinálnunk, ami hatalmas dolog, valószínűleg szerencse is kellett hozzá, de én úgy gondolom, hogy ott nagyon-nagyon jól jött ki a lépés mindenféle szinten. A lányok megérezték azt, hogy igenis van keresni valójuk egy Nyíregyháza ellen, és onnantól kezdve ezt nem engedték ki a kezükből. És hát a Békés Csaba gyakorlatilag azért hozta valamilyen szinten a papírformát abban a párharcban az elődöntőben, a Balatonfüred ellen meg talán meg itt egy olyan párharcra lehetett készülni, ahol nincs akkora, vagy nem volt akkora különbség, ugye az alapszakasz végén is azt hiszem 3-2-re nyertek itt Kaposváron, és hát az a párharc is nagyon szoros volt még az utolsó mérkőzésen, és amikor összesítésben már 2-0 volt nekik, és a találkozón is 2-0-ra vezettek, akkor is fölálltak a lányok. Még honnan tudtak erőt meríteni itt a szezon végére, hogy így helyt tudjanak állni és azért bizonyítani? Én úgy gondolom, hogy egymásért harcoltak, illetve a csapatért, és most ide bele tartozik tényleg mindenki, aki segített nekik a szezon közben. Lehetett volna, én azért van egy kis hiányérzetem, mert úgy gondolom, hogy egy meccset azért el lehetett volna csípni a Balatonfürettől, hogyha nincs az a bizonyos kereszt, amit egész évben vittünk magunkkal, hogy 9 játékos van, és amikor úgy alakul, hogy kicsit sikerült őket mondjuk megszorítani, akkor ők előhúztak két-három friss játékost a kispadról, és onnantól kezdve azért valamennyire sikerült minket. Tudtak újítani, másfajta taktikájuk volt, esetleg egy új feladó, aki azért máshogy osztogat, más stílusban játszik. Ott az utolsó meccsen én úgy gondolom, hogy feltettek mindent egy lapra, és már valamennyire nyomás nélkül úgy voltak vele, hogy csináljuk. Azért ott valamennyire én úgy gondolom, hogy a Spin Renátáért is játszottak, ugye ez már hivatalos, hogy a Reni most a családjára szeretne fókuszálni, és abba hagyja az aktív röplabdázást, most egy bizonyos ideig, aztán majd meglátjuk, mert azért még fiatal. És hát tudták, hogy azért valószínűleg a Reninek ez az utolsó meccse, és tényleg olyan társaság kovácsolódott itt ez alatt, a szezon alatt, hogy ők egymásért küzdöttek. Hát szerintem azért szép volt a szezon vége mindenképp. Térjünk át kicsit akkor az utánpótlásra is, ugye volt bőven változás itt az elmúlt, nem is tudom, 6-8 hónapban, viszont keveset esett szó erről. Egészen pontosan most hogy néz ki nagyjából Kaposváron a röplabda utánpótlás? Hát igen, sokan kíváncsiak rá, szeretném úgy nagyjából tisztába tenni mindenki előtt, hogy mi zajlott január 1 óta. Természetesen nem az én tisztem a korábbi időszakot minősíteni és erről beszélni, de tény, hogy 2021-ben érkezett egy úgymond segélykiáltás, amit meghallott a város, és segítkező kezet nyújtott, azt gondolom, az utánpótlás számára.
amivel január 1-től a Kasin keresztül megmentette a kaposvári röplabdát. Ez ugye két részből tevődik össze. Az egyik az, hogy január 1-től újra normál finanszírozás mellett tudtak edzeni az iskolákba a versenyzők, a röplabdások, és el tudtak menni versenyekre, az edzők kaptak fizetést, és újra elindult Kaposváron az a munka, ami az a nyugodt munka, ami eddig nem volt meg. És az nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ez nem csak a női vonalon, hanem ez a férfi vonalat is érintette. Tehát a város teljes egészében kisegítette, illetve megmentette a röplabdázást mind fiú és mind lány vonalon. Ebben a fél évben, tehát január 1-től május 31-ig. A másik vonatkozása pedig nem csak az utánpótlásról szól, hanem a felnőtt csapatokról, mert a szabályrendszer nem teszi lehetővé, hogyha egy első osztályú csapat utánpótlás nélkül marad, akkor őket kizárják a bajnokságban. Tehát ezzel párhuzamosan a város megmentette a két első osztályú csapatot is, és ha eddig nem tették meg, én, mint sportszerető kaposvári, szeretném a városnak megköszönni, hogy ez megoldódott, és tudunk gondolkozni a jövőn. A jövő az nagyon, nagyon képlékeny. Van már egy olyan opció, amivel a női röplabdát a Kaposvári Sportiskola és Sportközpont tovább tudná vinni, de természetesen bízunk abban, hogy esetleg egy akadémiával esetleg magasabb szintre tudunk lépni, de ezt majd a jövő megoldja, illetve meglátjuk, de felkészültünk minden eshetőségre. Hát ami még azt hiszem, hogy azért nagyon fontos, hogy ebben a fél évben mind a lányok, mind a fiúk megkaphatták azokat a szolgáltatásokat és azt a színvonalat, ahol a Kasi az elmúlt hosszú évek alatt a szakosztályait eljuttatta. Tehát ugyanúgy a fiúknál, lányoknál a sérült játékosoknak a rehabilitációja, az utaztatása, az erőléti edzők, a sportpszichológustól kezdve sorolhatnám, minden ilyen szolgáltatás adott volt számukra, de ez természetes, hogy azért ez egy hosszabb idő, hogy ők is beintegrálódjanak. Meglátjuk, hogy mi lesz, az biztos, hogy a fiúk másik utat választottak, de január 1-től május 31-ig ugyanúgy a város segítségére szorultak, és hát köszönhetik azt gondolom azt, hogy ők is tudnak gondolkozni a jövőn. És akkor tényleg nem csak az utánpótlás lett megmentve, hanem az egész röplabda Kaposváron. Hogy nézett ki egészen pontosan az utánpótlás csapatok versenyeztetése? Ki, melyik korosztály hol szerepelt? Ugye voltak még csapatok, akik a Röak néven vagy Röaknál játszották végig a szezont, illetve voltak csapatok, akik már teljesen hivatalosan is ugye Kasi mezben voltak a pályán. Ez hogy tevődött össze, hogy alakult ez így? Igen, itt egy áthidaló megoldást kellett azért találni úgy, hogy a sportszakmai része is biztosítva legyen, azért itt a kaposvári utánpótlásnak nagyon sok olyan csapata van, akik mondjuk országos döntőben szerepelnek még. Azzal, hogy a Kasiba egy új tagszervezetként beintegrálódtak, ezáltal ugye harmadosztályban kellett volna, hogy újrainduljanak. Azért itt több utánpótlás korosztályos válogatottról beszélünk, és tényleg országos döntős résztvevő csapatokról. Ezt nem szerettük volna, hogy a gyerekek akár fél évig is harmadosztályban kelljen játszaniuk. Úgyhogy egy olyan áthidaló megoldást sikerült azért heteken keresztül tárgyalások után, hogy voltak olyan csapatok, igen, akik a második csapatok, úgymond, akik már most a Kasiban szerepelnek, Kasi név alatt futnak, őket január 1-től újra neveztük a magyar bajnokságokban, de harmadosztályban, és az első csapatok pedig maradtak a Röakban, ott ez most befejezik a bajnokságot, és onnantól kezdve, ahogy igazgató úr is mondta, mindenki megy a saját vonalán. A felnőtt női csapatnak is fel volt ajánlva az a lehetőség, hogy a női utánpótlást vigye.
Én a jövőt nem ebben látom. Én úgy gondolom, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola olyan professzionális lehetőségeket tud biztosítani, ahogy az Ádám itt most felsorolt, a sportpszichológus, fizioterápia, olyan konditerem, olyan szakembergárda veszi körül és építettek ki azért itt 10 évek alatt most már, amit egyébként egy profi extraligás röplabda klub nem tud feltétlenül biztosítani, és itt utánpótlás gyerekek. Beszélünk. Én ezt a lehetőséget, ha így alakult, hogy és tényleg köszönöm szépen még egyszer a Kasinak, hogy ebben támogatást nyújt, felajánlotta, akkor én élni szerettem volna ezzel a lehetőséggel, és tényleg ezeknek a lányoknak mindent megadni ahhoz, hogy ahogy ugye az évközben folyamatosan beszéltünk róla, hogy eljuthassanak egy olyan szintre, hogy pár éven belül tényleg mondjuk egy felnőtt csapatba be tudjam őket integrálni. Hát köszönöm szépen, hogy beszámoltatok ezekről is, és gratulálunk a szezonban elért eredményekhez. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, az egész szezonon át tartó figyelmüket köszönjük. Ha szeretnék visszanézni ezt, vagy bármelyik korábbi kaposvári játékot, akkor azt megtehetik a kapos.hu internetes oldalon, ahol a videók fűre kattintva, lefele görgetve a kaposvári játékot kell keresni. Még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottak, kellemes pihenést a nyára, viszontlátásra! A magazin műsor vezetőjét az Origo férfi divat öltözteti.